A marcalvárosiak uszodát szeretnének, ezt mondta Szabó Sándorné, az MSZP és az Együtt, a Korszakváltók pártja választási szövetségének közös polgármester jelöltje. Szerinte az építkezést olcsó meg lehetne oldani, mivel a Págisz iskolának már van úszodája. Új rendszert nem kellene kiépíteni. Megkérdeztünk 1000 választópolgárt és győri lakost, mielőtt a programunkat elkészítettük, és már több évtizede igénylik ezt. A terveik is elkészültek, és azért jöttünk ki erre a helyszínre, mert a Págisznak már működik egy uszodája, a gépészete alapvetően rendelkezésre áll. A panelprogram felgyorsítását is sürgetné dr. Fülöp Attila képviselőjelölt. Szerinte a győri paneloknak mindössze 20%-a esett át energetikai korszerűsítésen. A legolcsóbb energia az, amelyeket nem használunk föl, ennek pedig a legjobb módja az, hogy szigetelünk, és ennél nem megy el a hő ki a fűtésen kívül, tehát a lakáson kívül. A szocialisták emellett vásárcsarnokot és térfigyelő kamerarendszerek kiépítését kezdenék meg Marcalvárosban.